nem indultam soha semmilyen versenyen, és arra gondoltam, hogy egy 18 év gyúrás után talán itt az ideje, hogy megmérettesem magam, hogy bizonyítsam saját magamnak is, hogy nem volt hiába. Próbálkozok javítani a tavalyi eredményhez képest. Tavaly ilyen 10.668 kilót csináltam, ugyanazóta a súlyom is nőtt, és ki is cserélődött egy szám, de azért igyekszem 11 tonna környékén csinálni a dolgaimat. Tavaly nem volt fix bírói gárdánk, ugye mindig ahol kimentünk éppen helyszínekre, városokba, termekbe, ott a helyiek segítségét kértük bíráskodni. Ebben az évben tartottunk egy bírói képzést, és egységes bírói gárdával fogunk végigmenni egész évben. Hát vagy összejön, vagy nem. Egyelőre elég pozitívak a tapasztalataim, mert erősebb vagyok egy-két gyakorlatban, mint gondoltam, úgyhogy eddig jól haladok. Nyakból nyomásnál ugye a rúd fül középig menjen, utána megint teljes karnyújtás. A felhúzásnál minden egyes ismétlésnél érinteni kell a talajt, és teljesen kihúzva befejezni a gyakorlatot, illetve a bicepsnél ott is teljes nyújtott kar, tehát teljes mozdulatok legyenek végig, ne ilyen fél mozdulatok. A bíró hangosan számolja a gyakorlatokat, az érvényeseket számolja, ami nem érvényes, nem. Ebből tudja is a versenyző, hogy épp az előző ismétlése nem jó. Tehát mondjuk guggolásnál, hogyha nem számolják, tudja, hogy automatikusan még mélyebbre kell neki mennie. Én szeretem a bicepset is, szeretem... Hát most már a fekvenyomásra is mondhatom, mert az is viszonylag jól megy. Felhúzás és meglepetés, hogy végül 100 kilóval is ment. Ezt ritkán csinálom, tekintve, hogy otthon edzek, tehát volt, amit kevésbé tudtam gyakorolni, de ehhez képest nagyon jól ment. Hát napi 10-12 óra sört szállítok. Sokan úgy jönnek el a versenyre, hogy életükben itt guggolnak először szinte combi szintig, nem gyakorolják be, és ez okoz néha problémát. Hát ugye mielőtt elkezdjük magát a gyakorlatot, bemutatjuk, és aki kéri, azt le is guggoltatjuk, hogy érezze, mi az a mélység, és szólunk neki, hogy mi lesz jó, a gyakorlat közben ezt érezni fogja már. Pont a díjazás miatt gondolom, hogy talán idén többen kedvet kapnak ahhoz, hogy elinduljanak. Ezért is nehezebb dolgom lesz, hogyha én akarok lenni a bajnok a nők között. Megteszek majd érte mindent aztán, ami tőlem telik. Remélem, sikerülni fog. A tét miatt jóval több induló is lesz, és jóval nagyobb teljesítmények is lesznek. Főleg a döntőn szerintem hatalmas rivalizálás lesz. 6 regionális döntő lesz, mindegyikre mindenkinek, aki kvalifikálni akarja magát, maximálisan fel kell készülnie, tehát minden egyes döntő hatalmas csata is lesz egyben. Nagyon jók a srácok, és brutális az élmény tényleg. Fantasztikus a hangulat. Nagyon nagy. Mindig lesz olyan, aki jobb szerete lenne a másiknál.